Hello, mit csinálsz? Válogatom a régi dolgokat, hogy kidobjam őket. Miért? Ezek igazi kincsek. Nézd, ez egy régi filmkazetta. Nem vagy kíváncsi, mi vagy rajtuk? Nem, ezek régi utkaságok, szemétbevalóak. Azta, itt még magnó is van. Azt tanácsolom, hogy vegyél popcorn, hívj fel a barátaidat és csináljatok filmestet. Oké, persze, majd aztán kidobom őket. Meg fogod gondolni magad, meglátod. Mit gondolsz, mi van ezen a régi kazettán? Valami uncsi régi cucc. Ugyan, a régi filmek nagyon vagányok. Kapcsold be! Mi ez? Hol a film? Ez csak egy kép, nagyon ijesztő. Biztos megsérült a fólia, ez régi. Tuti, ez van a többi kazettával is. Oké, Amelka, igazad volt. Ezek mind régi úcska cuccok és szemétbevalók. Kiviszem őket. Ennyi volt, kész a takarítás. Olyan érzésem van, mintha figyelnének. Ez micsoda? És honnan származik? Úgy látszik, hogy eltűnt a szörny. Mit láttál? Van egy szörny, olyan nagy és rózsaszín, és hosszú lábai vannak. Szörny? Ez milyen hülyeség? Biztos a Meka megijedt a képtől, ami a kazettán volt. Nem igaz, én láttam. Biztos csak elképzelted, hogy most bulizni fogunk, és hirtelen elfelejtetted az összes szörnyet. Remélem, hogy tényleg elképzeltem. És akkor kezdődik a buli. Most párna csatázni fogunk, a vesztes a saját pénzéből rendelt mindenkinek pizzát. Hát most meg foglak verni. Hé, ki kapcsolta el a lámpát? Ijesztő, lehet, hogy csak rossz a vezeték. Nézd a táblára! Ki írta ezt? Valószínűleg az, aki lekapcsolta a villanyt is. Úgy látszik, hogy valaki úgy döntött, hogy megijeszt minket. Diana, vadd be ezek a te trükkjeid? Hé, most miért én? Visszajött a szörny, gyorsan, ide! Szóval, hol van a szörnyed? Én nem látok senkit. Itt volt, én láttam komolyan. Na ja, persze, talán a szörny írta fel ezt a fenyegetést is a táblára. Igen, így van. Ja, persze, mi is bevettük. Amelka volt az, aki úgy döntött, hogy megviccel minket. Micsoda? Nem! Igen, igen, te írtad fel a fenyegetést a táblára. Csak azért, mert nem jön be a buli, még nem kell elrontanod. Gyerünk, csajok! Tudom, hogy mit láttam, nem képzeltem be. Mi van ott? Egy játék egy régi dobozból. Amelka el akarta dobni, de én megtartottam magamnak. Milyen ijesztő, minek neked ez? Szerintem nagyon menő. Alice, megrendelted a pizzát? Miért már is? Még nincs vége a harcnak. Több ütést nyomtam, ami azt jelenti, hogy nyertem. Kiderül, tartozol nekünk pizzával. Nem igaz, én javaslom a visszavágót. Aki több labdát dob a kupába, az nyer. Megbeszélve. Ki kell derítenem, hogy mit keres ez a szörny az udvaromban? Úgy néz ki, hogy a szörny ebédel. Remélem, hogy gyümölcsöt eszik. Nézzük, mit fogyaszt. Ez a szomszédok kutyája. A tulajok nagyon mérgesek lesznek. Tönkrement a szivattyú, mindenfelé éles karomnyomok vannak. Hát, szörny, ezt nem fogom megbocsájtani. Csak vicceltem. Ments meg! Hát, megint kihagytam. Ez ma tuti nem a te napod. Lép hátra és hagyj helyet a profiknak. Először dobj és aztán dicsekedj. Ha, könnyű. Nyertem! Most már tuti, hogy jössz egy pizzával. Oké, megyek a pizzériába. Miért? Rendelt házhoz. Nem, szeretnék egyet sétálni. Milyen pizzát választok? Kolbászosat. Zöldségeset. Hát nem, nem eszek füvet. És kolbászt sem eszek, az káros. Most akkor játszunk veled. Aki nyer, az választja ki a pizzát. Megdumálva. Oké, mentem. Írjátok meg, ki nyert és hogy milyen pizzát válasszak. Hú, majdnem elkaptak. Jön, muszáj segítenem neki. Olyan érzés, mintha figyelnének.
Anya, mi ez? Alice, én megvédelek! A szörny elkapta Alice-t, el kell mondanom a csajoknak! A francban megint kimaradt. Alice-el könnyebb ott játszani. És megint nyertem, így a pizza zöldséges lesz. Ó, ennyi a kolbászról. Oké, most írok Alice-nek. Baj van, Alice-t elrabolták! Ki rabolta el? A szörny! Ó, igen, a szörny. Persze, a nagy rózsaszín hosszú lábakkal. Én az igazat mondom. Amelka elég volt becsődött ellenked. Tuti megállapodtak Alice-szel, hogy maga egye meg a pizzát. Milyen fukar, mi tényleg éhesek vagyunk. Itt a bizonyíték, nézd! Alice azért adta neked az inget, hogy átverjen minket. Hát oké, és megmentem Alice-t. Amelka nagyon komolynak néz ki, mi van, ha igazat mond? Ó, csak azt nem mondta, hogy te hiszel a szörnyekről szóló mesékben. Nem, de Amelka még sosem hazudott. Biztos vagyok benne, hogy Alice elbújt valahol az udvaron, megyek és megkeresem. Ott a szörny! Most te viccelsz velem? Nem, nézd meg te is! Fú, igazi szörny, menő! Mi a menő? Fogjuk meg és nyissunk állatkertet! Állatkert szörnye? Igen, az emberek a világ minden pontjáról jönni fognak, hogy megnézzék. Nem hiszem, hogy meg fogod tudni szelidíteni ezt a rondát. Sikerülni fog, meglátod. Hello, szörny, kérsz egy kis finomságot? Ez az, gyere ide, megetetlek. Ments meg! Ez rossz. Amelyek egy szörny van odakint, Diana nála van. Most már hiszel nekem? Hiszek, előbb is hinnem kellett volna. Hívd a rendőrséget! Nem, a rendőrök nem tudnak segíteni rajtunk. Nekünk kell megmenteni a csajokat. Mi van, ha azt se tudjuk, hogy hol vannak? A szörnyromai el fognak minket vezetni az otójához, és ott meg fogjuk találni a csajokat. De én nem tudok nyomokat értelmezni. Itt van egy fiatal cserkészkönyv, majd útközben kiolvasod. Oké. Azt hiszem, hogy lábnyomokat találtam. Ez azt írja, hogy nem csak lábnyomokat kell keresni, hanem más nyomokat is. Letört ágakat, gyűrött leveleket és gyapjú foszlányokat. Hogy? Rózsaszín gyapjú valószínűleg egy rózsaszín szörnytől ered. Hát akkor jó úton vagyunk. Azt tanácsolom, hogy menjünk haza és tanulmányozzuk át, hogy majd többet megtudjunk a szörnyről. Egyezem. Amelyikkel legyél óvatos. Fossunk, nem kaphat el minket. Valami ötlet, hova bújjunk el? Igen, kövess engem! Működik! Menjünk vissza a házba és tanulmányozzuk a gyapjút. Minél többet megtudunk a szörnyről, azzal növeljük az esélyeinket. Egyezem, gyerünk el, egy kis pihi. Mit csinálsz? Tanulmányozom a szörny gyapjúját. És sikerült rájönni valamire? Igen, sikerült. Nem igazi gyapjú, hanem játékokból készül. És hogy van ez? Azt akarod mondani, hogy ez a szörny egy nagy élő baba? Úgy tűnik, mintha egy játéküzemben készítették volna, mint Hagivagit. Hogy mint Hagivagi? Nem meglepő, ugyanaz a gyár lenne. Nézzük meg! Playtime cégjátékai. Szóval ez Hagivagi, Kissimisi és ez... Ez a mi szörnyünk. A neve rózsaszín, mama hosszú lábak. Én meg azt hittem, hogy Hagivagi egy korcs. Van valami info, hogyan lehet legyőzni? Hát, azt írják, hogy a bőre a világ legerősebb anyagából készül. Látom, hát így esélyünk sincs. Lehet, hogy tárgyalni kell vele. Itt azt írják, hogy szereti a régi dolgokat. Tuti, akkor vonzottuk be itt, amikor kivittük az összes régi holmit az utcára. De mi kellene neki tőlünk? Hát úgy látszik, valamit szeretne. De hát kidobtuk az összes régi holmit, már nincs semmi. Tévedsz, Diana hagyott valamit. Azt hiszem, hogy erről a játékról beszélt. Esélytelen, hát ez teljesen új, tegnap vettem meg. Ja, valami bolha piacon, itt még össze is van karcolva. Megpróbálom odaadni a szörnynek. Leona, várj, hibát követsz el. Hé, csúnya, gyere ide, van egy ajándékom neked. Tessék, amit kerestél, vidd el és tűnj el innen, de először is add vissza a barátaimat. Hé, mit csinálsz? Maradj távol! Segíts! Leona!
Ó, ne, Leona is elment, mit kellene most tennem? Egymagam maradtam, a szörny elvitte az összes barátomat. Ez egy régi hagivagi játék. Ki kellett dobnom, szóval ezt kereste a szörny, neki kell ez a játék. Hé, szörny, megvan, amit kerestél. Én odaadom neked hagivagit, te meg odaadod Elise, Leonát és Dianát. Várj, azt hittem, hogy már megdumáltuk. Bocsi, csajok, megtettem mindent, amit tudtam. Amelka, miért vagy teljesen lehangolva? Micsoda buli, szétesik a fejem. Az enyém is, nem is emlékszem semmire. Elrabolt egy szörny, elfelejtettétek? Amelka, megint ezen pöröksz. Nincs is szörny, hányszor mondjam el neked? Úgy látszik, hogy mindannyiótoknak kitörölték az emlékeket. Ja, hát elég lesz. Jobban teszünk, elmegyünk és társasozunk. Így van, csatlakoznom kell Leonához. Először próbálj meg legyőzni. Vajon minek a szörnynek a régi játék?